Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az egyetlen presszó, ami nyitva tarthat este 8 óra után. A Fucsovics testvérek, Fucsovics Márton és Fucsovics Ádám. Hát a Marcit talán jobban ismeri a kedves hallgatóság, hiszen te elérted azt, hogy a hallgatók ismerjenek. Azt talán kevesen tudják, hogy a háttérből a te dolgaidat, legalábbis a média megjelenéseidet, azt, hogy most itt vagy az Abánzi Presszóban, azt a tesód Ádám intézi. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Üdvözlünk mindenkit, köszönjük a megkeresést. Az mindig együtt mentek, ha riportra mentek? Tehát Ádám mindig elkísért téged? Nem, általában egyedül szoktam menni. Most ez egy ilyen különleges alkalom. Itthon vagyok egy pár napot, sok mindenben segít nekem. Örülök, hogy most csatlakozott hozzám. Szeretek vele időt tölteni. Mennyi van köztetek? Hány év? Másfél év. És az Ádám a fiatalabb, jól látom, ugye? Nem. Pont nem. De köszönöm. Te többet éltél ezek szerint. De tényleg ez van, hogy egyébként nekem is van egy bátyám, és mindenki azt hiszi, hogy ő az öcsém. Mindenki azt hiszi egyébként, igen. Ja, akkor nem én vagyok az egyetlen, most megnyugodtam, egy kicsit leizzadtam hirtelen. Ádámról is természetesen fogunk majd szót ejteni, de hát gondolom a hallgatók is főleg arra kíváncsiak, hogy mi van a Marcival. Most belevágtunk, mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, hogy a legutóbbi sikered, hogy mi közösen, mi magyarok veled együtt megvertük a Vavrinkát. És aztán utána te sajnos kikaptál a következő fordulóban. Én arra vagyok kíváncsi, hogy hogy te vagy a teniszező nagybetűvel most Magyarországon, abból te mennyit érzel akkor, amikor a világ másik felén játszol éppen? Hú, jó kérdés. Igen, amikor megnyerem a meccseket, akkor mindenki mögöttem áll. Nagyon jó érzés, hogy ennyien bíztatnak, ennyien szurkolnak értem. Most Ausztráliában azért nagyon sokat szoktam ebből érzékelni. Helyszínen is rengeteg magyar szokott szurkolni. De gondolom most, hogy van ez a világjárvány, az Ausztráliában élő magyarok szurkoltak, nem követtek innen. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatom a kint élő magyarokkal, és tavaly például 100 magyar is volt a meccseimen, úgyhogy az soknak számít. De tudom, hogy itthonról is rengetegen szurkolnak és felkelnek, értem a hajnali mérkőzéseken is. Hát igen, csak tudod, mindig az van, hogy amit mondtam, hogy ha siker van, akkor az közös siker. Amikor kiállsz, akkor érzed ennek a súlyát? Tehát, hogy ez egy ilyen plusz felelősség a válladon, hogy győznöm kell, mert itt van mögöttem egy nemzet. Szoktam érezni, régebben nem éreztem ennyire, viszont most már, hogyha van egy-egy vesztes mérkőzésem, akkor is érzem, hogy mögöttem állnak a magyar szurkolók, amit szeretnél nekik megköszönni, nagyon jó érzés. Az, hogy most ott Ausztráliában ott voltak a magyarok, az egy különleges pillanat volt, erről is beszélünk, hogy ott még lehettek, amikor te játszottál a Vavrinkával, akkor még lehetett közönségként ott lenni. És nem jellemző, én nem vagyok nagy tenisz szakértő, ezt elmondtam neked, de elmondom a hallgatóknak is, hogy nem vagyok nagy tenisz szakértő, ismerem a játékot, tudom a szabályokat, játszottam is már a teniszt, viszont az engem mindig meglep, hogy ott akkora nagy csend van, hogy akkor mégis honnan tudod te, hogy ott vannak a magyarok? Tehát van az a pillanat, amikor ők megnyilvánulhatnak, és kiabálhatnak, hogy haló, mi itt vagyunk? Pontok között azért szokott lenni nagy szurkolás, pontok közben síri csend, de ilyenkor is szoktam érezni az energiát, és egy-egy nagy pont után ki szoktam nézni azért a kis csapatomra, edzőmre, menedzseremre, szüleimre, és azért a magyar szurkolókat is szoktam hallani. Nem sok helyen vannak magyar szurkolók, de a magyar hangot az bárhol kiszűröm. Hát gondolom, és hangosabbak a magyarok, mint az összes többi, amikor például egy svájcival játszol, biztos vannak a svájci drukkerek is. Például, hogyha Federerrel játszok, akkor szinte mindenki Federernek szokott szurkolni, vagy Wawrinkának. Akkor is, ha nem svájci. Akkor is, igen. De például Ausztráliában, ha jól tudom, a görög szurkolók szoktak a leghangosabbak lenni, ugye Tsitsipasnak szoktak szurkolni,
és a másodikok a magyarok. De jó. Tehát ebben is dobogón vagyunk. És azt szoktad érezni, hogy esetleg más nemzet szurkolói esetleg szorítanak neked valaki ellen? Mert ugye ilyen is van, hát nem tudom, hogy a teniszben van-e, de hogy mindig valahogy a nagyok ellen szurkolunk, hogy jöjjön valaki, aki nem tudom, megszorongatja például a Federert, például a Wawrinkát. Ebből mennyit lehet érzékelni? Talán néha Djokovic ellen szoktam azt érezni, hogy jobban szurkolnak az ellenfélnek, uh-huh. mint Djokovicnak. Egyébként egy nagyon szimpatikus csávó, nagyon bírom őt, nagyon vicces, de egyszer-kétszer ellene szokott szurkolni a közönség, úgyhogy van ilyen is. De hát azért, mert ő tett ezért, nem? Lehet. De viszont sokat tettél azért, hogy mi büszkék legyünk rád, nagyon büszkék vagyunk rád, és innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen, tehát Fucsovics Mártonnal és testvérével, bátyjával, Ádámmal, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Fucsovics Márton és testvére, Fucsovics Ádám, aki még csak beköszönt, de majd nem sokára ő is beszél. Szoktál egyébként ilyen riportokra menni a Marcival, vagy Marci nélkül volt már ilyen a lehetőséget, hogy megnyilvánom? Nem szoktam. Marci azért, hogyha tehetem, akkor elkísérem, mindig egy kicsit támogatom, hogy akkor ne legyen egyedül. Mindig tudja, mit kell mondani, úgyhogy annyira nem kellek, de azért... És te hogy érzed, persze hallja Marci, ez hülye hangzik az egész, de hogy szeret szerepelni a Marci, hogy örömmel ad interjút? Nem, nem, abszolút. Rázni a fejüket. Igen, csak ez egy ilyen kötelező dolog, nem? Hát egyből a meccsek után is, főleg egy sikeres meccs után a győztessel mindig készítenek interjút. Igen, ez a jár. De az a legrosszabb, én azt gondolom, bár sosem voltam élsportoló, és sosem készítettek velem egyből egy, nem tudom, 4-5 órás meccs után egy interjút, de hát a legutolsó, amit kívánnék akkor az, hogy még valaki az elém toljon a mikrofont, és beszélnem kelljen. Ez pont most Wawrinka utáni meccsen előfordult, 4 órát játszottunk, nagyon meleg is volt, úgyhogy nagyon kikészültem a végére, és ráadásul nagy centerpályán játszottunk, sok néző volt, szerintem tévénézők is rengetegen voltak, és ráadásul még angolul kellett interjút adnom ott a pálya közepén, úgyhogy amennyire láttam, az nem okozott gondot neked. Ilyenkor néha keresem a szavakat, de a magyar közönség magával ragad ilyenkor is. Meg is köszönted nekik. Nagyon nagy szerepet játszottak ebben a sikerben. Ezek az interjúk értelemszerűen én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a kedvenc pillanataid, de hogy érzed, hogy ha ez mondjuk nem történne meg, és nem köszönhetnéd meg ott a helyszínen egyből a magyaroknak, akkor neked lenne lehetőséged valahogy jelezni, hogy halló, én szeretnék oda menni a szurkolókhoz, vagy valahogy jelezni, hogy nekem ez sokat számított, hogy itt voltak? Egyébként én egy nagyon közvetlen srácnak mondom magam, azért is mondom, mert nagyon jó viszonyt ápolok a kint élő ausztrál magyarokkal. Tavaly meg is hívtak egy kis magyar étterembe, ahol nagyon finom vacsorával vártak, úgyhogy közvetlen viszonyt ápolok. Emlékszel még, hogy mit tettetek? Már nem tudom megmondani. De gondolom arra azért figyeltek, hogy te sportoló vagy, tehát nem valami nehéz étellel nehezítették el a gyomrod. A Federer elleni meccs után volt, úgyhogy már... Akkor bármit már lehet. Mindegy volt, igen. Sőt, akkor már kötelező is. Mert a magyar ember szomorúságában is eszik, ugye? Igen. Ugye azt mondtuk már az előbb is néhány perccel ezelőtt, hogy az egy érdekes helyzet volt Ausztráliában, hogy... Az elején még ott lehetett a közönség, és aztán mondtad is az interjúban, hogy ez egy ilyen különleges dolog, hogy miközben az egész világ, és főleg Magyarország is korlátozva vagyunk, nem kijárási tilalom van, nem mehetünk rendezvényekre, meccsekre, sportrendezvényekre, ráadásul a hideg miatt, meg éppen akkor esett itt a hó, és egyszer csak megjelentél a világ másik felén, ahol közönség előtt 32 fokban, nem tudom hány fokban teniszezhettél. Hát ezek után, hogy ilyen sok korlátozás van, gondolom, az egy felüdülés. Ebből a szempontból is egy élmény volt ott lenni Ausztráliában. Az elmúlt fél évben úgy játszottunk, hogy nem voltak nézők, sehol nem voltak nézők.
Itt viszont azzal kezdtük az ausztrál utat, hogy egy kéthetes karanténon estünk át. Ja, hogy azért két héttel korábban ki kellett menni, hogy kiderüljön, hogy ha esetleg van valami fertőzés, viszont vírus. Utána szabad mozgás volt, annyira jó érzés volt megint beülni egy étterembe, ja, rendelni egy pohár sört. Te sörözöl? Hát egyet sportember vagy. A meccs után igen, de előtte. Hát ez még jóval meccs előtt volt. Jóval meccs előtt. Mi az utolsó időpont? Tehát amikor mondjuk egy ilyen torna elindul, mi az utolsó időpont, amíg, tehát hány nappal előtte van egy olyan lehetőséget, hogy megígyál egy pohár sört, vagy fröccset, vagy valamit? Nincs ilyen határidő, sőt egy-egy hosszabb mérkőzés után, például egy Wawrinka elleni mérkőzés után is, meg szoktam inni egy-két pohár sört, már csak azért is, mert nehezen tudok aludni ilyenkor éjszaka, úgy az adrenalin még bennem még van. Pöröksz, ja. És egy-két sör el tud lazítani, és ki tudom magam pihenni másnapra. Annyira hihetetlen ezt egy sportoló, egy világszintű, világhírű élsportoló szájából hallani. Főleg úgy, hogy... Sokan csinálják így, csak sokan nem vállalják fel. Néhány napja Kokó volt a vendég, és mondta, hogy egykori boxoló társát elhívta egy budapesti maratonfutásra, és hogy körönként megivott egy korsósört. Vannak azért ilyenek, tehát hogy azért hallani ilyeneket, de az, hogy annyira kell ott koncentrálni, tehát ugye a tenisz az egy a koncentrációról szól, persze sok minden másról, de az, hogy ott neked fejben legalább annyira jelen kell lenni, mint a testednek készen kell lenni, az nem engedhet, ezért nem engedhetsz meg magadnak bármit. Ezen a szinten meg pláne nem. Az első, mindig azt mondom, hogy az első 200-ban mindenki ugyanolyan jól tud teniszezni, jó, most vannak kivételek, a Federer, Djokovic, Nadal, akik zsenik, de ilyenkor már inkább a mentális dolgok szoktak dönteni, mindenki ugyanolyan gyors, ugyanolyan kitartó, nagyon kis dolgok szoktak már ilyen szinten dönteni. Ezekről a kis dolgokról én szeretnék beszélgetni veled, vagy veletek, úgyhogy innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen. Fucsovics Mártonnal és testvérével, Ádámmal, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Fucsovics Márton vagy, ahogy mindenki hív téged, Marci. Marcizhatlak? Az gondolom nem... Marci, a Márton olyan hivatalos. Igen, azért. Fucsovics Marci és testvére Ádám. Ádám, neked van beceneved? Nincs. Tesó. Tesó. De hát ő neked tesó, nekem nem. Szóval beszélgetünk arról, mondtad, hogy a koncentráció az nagyon fontos a teniszben. Az elején mindig, a meccsek elején nagyjából hasonló szinten tudtok játszani, de hogy ki van jobban fejben jelen, az döntő lehet. És én nagyjából el tudom képzelni, hogy fizikailag hogy kell felkészülni egy versenyre, nagyon sokat kell edzeni, stb. De a mentális felkészülés az hogyan működik? Fel lehet-e egyáltalán, vagy lehet-e fejleszteni? Kifejezetten ilyen mentális tréningeim nem szoktak lenni. Általában azt szoktam mondani, nekem az a legfontosabb, hogy milyen emberek vesznek körül, milyen kapcsolatban vagyok azokkal az emberekkel. Nagyon fontos a szüleimnek a támogatása, az edzőimnek a támogatása. Szerencsére két nagyon jó fej teniszedzőm van, nagyon motiváltak és nagyon motiválnak a sportban. A kondi edzőmmel 4-5 éve dolgozok, és ő pedig fizikálisan készít, nagyon jól felkészített. Úgyhogy szerintem az elmúlt 1-1.5 évben azért is jöttek ezek a jó eredmények, mert nagyon jó kis csapat van körülöttem. Én el tudom képzelni, hogy ez nagyon sokat számít, de mégiscsak te állsz ott a pályán. Akkor abban a pillanatban, amikor a pályán vagy, akkor már nem nagyon tudnak segíteni. De a fejedben ott vannak? Tehát, hogy akkor vissza tudod idézni azokat a dolgokat, amiket nem tudom, a felkészülés során tanultál, kaptál tőlük? Szokták tőlem kérdezni, hogy mire szoktam gondolni egy-egy fontos labdamenet előtt, vagy fontos szituáció előtt. Hát gondolom, a sörre, amit meg fogsz inni majd a meccs után. Jó lenne, de nem. Ha nem? De igazából úgy semmire. Úgy csak ott vagyok a pályán, aha, próbálom megélni azt a pillanatot, próbálom
próbálok a következő labdamenetre valahogy felkészülni, felfrissülni. Tehát így nem szoktak bevillanni képek, hogy most az edzőkkel miről szoktunk beszélni, vagy mit kéne most játszanom, hanem úgy ösztönből valaminek. Tehát gondolom, nincs az, hogy fáradsz, és akkor azt mondod, hogy hú, mit is mondott a fáradtságról az edzőm? Tehát ilyen nem találsz el egy labdát jól, vagy nem jól találod el, vagy nem jó helyre megy, akkor nem azon gondolkodsz, hogy hogy csináltuk edzésen? Tehát ilyen már nincs ezen a szinten. Nem, úgy érzem, már vagyok annyira rutinos teniszező, hogy fel tudom magamat készíteni. Mondtad, hogy két edződ is van, mármint a két teniszedződ van. Az miért fontos, hogy kettő legyen? Eddig csak egy volt, és vagy korábban egy edzővel utaztam, és macerás volt megoldani, hogy egész évben utazzon velem, ugyanis a teniszedzőnek sem könnyű az élete, egész évben úton kéne lennie. Bocsánat, egy teniszedző egy játékossal foglalkozik? Vagy egy minimum lehet... egy játékossal, aha, de van olyan edző, akinek több játékosa is van. Hát és akkor minden játékosnak a meccsén egyszerre nem és akkor lenni, igen, azért nagy meló egész évben utazni, szinte egy pár kapcsolattal felér. Hát akkor egy nőt kell választani, és jó női edző, kettő is ráadásul. Férfi edződ van? Férfi edzőim vannak, igen. Ez most nem a magánéletről szól, csak úgy elindult a fantáziám. Szóval, hogy, és akkor így meg tudjátok oldani, hogy vagy az egyik edző, vagy a másik megy veled. Így van. És van különbség a kettő között? Vagy van, amelyiket jobban szereted, vagy jobbat tesz neked, hogy ott van veled egy versenyen? Mindkét edzőmet ugyanannyira szeretem, és ugyanolyan jó velük dolgozni, bár különböző személyiségek. Zoli egy kicsit komolyabb, munkamániás, ami nekem nagyon fontos a sikerekhez. Mikivel pedig inkább baráti a kapcsolat, őt már régebb óta ismerem, de ő is ugyanúgy megköveteli a munkát, ő inkább érzelmileg jobban tud rám hatni. És olyan van, hogy mondjuk az egész csapat együtt van? Hát gondolom edzésen igen, de mondjuk egy-egy versenyen? Tehát, hogy ott van Zoli is, ott van Miki is, meg még te is. Ha jól emlékszem, a tavalyi Davis kupán voltak ott ketten. Nagyon jó volt a hangulat, azt a mérkőzést meg is nyertük. És mondtad még, hogy van a tímedben még néhány ember. Kinek mi a feladata? Mit segítenek? Mit tesznek hozzá? Mondtad, hogy van kondi edző például. Mennyit kell neked kondizni egy héten? Kondi edzőm, hát fizikálisan készít fel. Szinte minden nap van kondi edzésem. Maximum akkor nincs, hogyha már nagyon fáradt vagyok, vagy közeledik a verseny, és már nem látjuk értelmét. Van menedzserem, van magyar menedzserem, van külföldi menedzserem. Na, a menedzsereknél pillanat rájön, mert miért kell belőle egy magyar is, meg kell egy külföldi is? A külföldi menedzser a nemzetközi szerződéseket egyengeti, a magyar pedig a hazaiban segít. Ezek a szerződések, ezek a tornákra vonatkoznak, vagy egyéb szponzori szerződések? Szponzori szerződésekre, ruhaszerződés, ütőszerződés, sorolhatnám még. Ez mikor jön be az ember életébe? Tehát mit kell elérni ahhoz, hogy egyszer csak jöjjenek a szponzorok? Most persze nem fogunk tudni szponzorokat mondani, de hogy mikor jött először ez az életedben, hogy hoppá, nekem kell egy menedzser, mert egyszer csak jelentkezett egy cég, hogy adna nekem, nem tudom, pénzt, ütőd, bármit. A jelenlegi magyar menedzserem gyerekkorom óta mellettem van, 12 éves korom óta. Nyilván itt még nem arról volt szó, hogy milyen szerződéseket bonyolítsunk le, hanem hogy egyengesse, segítse a pályafutásomat. Manapság már szerencsére ott tartunk, hogy rengeteget beszélünk szerződésekről, úgyhogy neki is rengeteget köszönhetek. Második apámként tekintek rá. Én azt gondolom egyébként így kívülállóként, és aztán nyugodtan cáfoljatok meg mind a ketten, hogy a tenisz mindaközben, hogy egy nagyon látványos sport, és tényleg nagyon sok energiát kell befektetni ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, sokkal inkább tűnik, mondom kívülállóként, olyan sportnak, ami arról szól, hogy minél több pénzt lehessen belepumpálni, hogy minél több reklámot tudjanak magukra aggatni a versenyzők. Ez jó lenne. Sok pénz van a teniszben, ezt akartam ezzel mondani. Sok pénz van, igen. A pénzdíjak is egyre jobbak, viszont
a szponzorok le vannak korlátozva, tehát a teniszezőkön nem látunk 20 logót, hanem mint például az autóversenyzőkön vagy a focistákon, a teniszezőknél sajnos csak 2 lehet. Hát annak a 2-nek akkor mélyen zsebbe kell nyúlni. Igen. És akkor ezeket intézik a te menedzsereid. Igen, ebben segítenek. És értelemszerűen vannak nemzetközi cégek, őket hozza a nemzetközi menedzser, vagy egyszerűen csak tartja a kapcsolatot? Mi a menedzser feladata, hogy hozza a pénzt, hozza a szerződéseket, vagy csak hogy kezelje? Hozza a szerződéseket, akkor már beszéljünk egy kicsit specifikusabban róla. Jó. Mondanék egy példát, például az ütőszponzorom a Yonex, azt a nemzetközi menedzserem hozta be. Ugye nemzetközi engem nem a magyar Yonex szponzorál, hanem a globális, a nemzetközi Yonex szponzorál. És nem a cég jelentkezett, hogy mi szeretnénk a Marcinak adni, hanem ezt a menedzser hajtotta fel. Gondolom elment a céghez, hogy itt van egy. Igen, én jeleztem, hogy ezzel az ütővel szeretnék játszani, mert ez nagyon bejött, és hogy szeretnénk velük kapcsolatba lépni. És elégedett vagy. Abszolút. És ők is. Mióta Yonex-szal játszom, azóta vagyok top 100-as teniszező. Innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen Fucsovics Mártonnal, itt van testvére is Ádám, keveset beszél, de majd még fog. És folytatjuk a beszélgetést rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Fucsovics Márton, és bocsánat, Fucsovics Marci, megegyeztünk, hogy a Márton az túlságosan hivatalos, hát presszóban meg nem kell hivataloskodni. Fucsovics Marci és testvére Ádám a vendégek, és hát természetesen a teniszről beszélgetünk, még fogunk beszélgetni a teniszről, meg még sok minden másról is, tehát nehogy valaki, ha valaki nem szereti a teniszt, akkor ne érezze azt, hogy el kell kapcsolni. Viszont nagyon sokat beszélgettünk a támogatásról. De arra nem válaszoltál, hogy mikor jön el, tehát el kell érni egy bizonyos szintet a világranglistán, mit tudom, az első 200-ban benne kell lenni, tehát mikor van az a pillanat, amikor azt mondod, hogy na, nekem már lehetnek szponzoraim. Vagy akár már egyből úgy állhat oda egy kezdőversenyző is, hogy valaki valamit virít a mezén. Elsősorban valami eredményt fel kell mutatni. Nekem se úgy volt, hogy a semmiből jöttek a támogatók. Régebben, amikor kezdtem a profi pályafutást, vagy a junior pályafutást, akkor azért szükségem volt támogatókra. Úgyhogy, de már akkor is nagyon tehetséges játékos voltam, volt bennem potenciál, ezért is lettek támogatóim, tehát már fiatalon nagyon fontosak a támogatók. A pénzdíjakról is beszéljünk egy kicsit, mert repkednek tényleg hihetetlen összegek a különböző versenyeknél, és én még egyszer mondom, hogy teljesen laikus vagyok. Tehát amikor ilyen nagy pénzdíjakról beszélnek, akkor ez egy ilyen összdíjazás. Vagy azt a győztes mind hazaviszi, nem? Jó tehát, lenne, de ez összdíjazás. Amikor például, hogyha most Ausztráliából hazajöttél, és ugye Wawrinkát ugye megverted, de a következő fordulóban kiestél, akkor neked kellett ott hagyni pénzt, vagy azért kaptál valamit? Hát nem jöttem haza üres kézzel. Aha. És egyébként ezekre a versenyekre téged most már meghívnak, gondolom nem kell befizetned magad. Hogy működik ez? Van egy éves tagsági díj, viszont nincs nevezési díj a versenyekre. Interneten kell bejelentkezni, 6 héttel a verseny előtt. Így működik. És az, hogy te melyik versenyre mész el, vagy melyik tornán veszel részt, azt gondolom ugyanúgy megint csak a menedzserek, vagy az egész teamnek a feladata. Leginkább az edzőimmel döntjük el, hogy melyik versenyen játszom. Január 1-től november közepéig minden héten van 2-3 teniszverseny, úgyhogy van miből választani. Nyilván azért kell hagyni időt pihenőre is. És az számít, hogy melyik tornán kik vesznek még részt? Tehát azt figyelitek, hogy olyan rangos névsor legyen, amiben mondjuk még vesztesként is jó kijönni? Próbáljuk úgy szervezni a versenyeket, hogy nem mindig a legerősebb versenyre menjek el. Ezen a szinten már nehéz így matekozni, ahogy mondtam, az első 200-ban szinte mindenki olyan jól játszik, és mindenki kifoghat egy-két jó napot.
Igen, csak a hírekben nem mutat jól, ha mondjuk egy kimondhatatlan nevű, vagy egy ismeretlennel játszol, és mondjuk megérhet, és nem, de ugyanolyan. Egy, nem tudom ki ellen. A Wawrinka, na az már valami. Tehát, hogy az győzelem, már, az győzelem. Az biztos. És el kell jutni addig, hogy egy Wawrinkát, vagy egy Federert legyőzni. Mi az álmod? Van ilyen, hogy ki az, akit leszeretnél mindenképpen győzni, vagy torna győzelmek szerepelnek az álmodban? Hát a legnagyobb álmom az, hogy Grand Slamet nyerjek egyszer valaha, és top 10-es teniszező legyek. Erre mennyi esélyed van? Te hogy látod magad? Ugyanennyi esélyem, mint bárki másnak az első 100-ban. Most vagyok 29 éves. Azt mondják, hogy a mai teniszben 29 és 30 év az a kor, ahol a játékosok elérik a legjobbjukat. Úgyhogy remélem, hogy idén vagy jövőre tudok egy nagyot előhúzni. Hogy mi kell még ehhez, azon túl, hogy nagyon sokat dolgozol, nagyon sok versenyen veszel részt, nagyon sokat edzel, erről fogunk beszélgetni rövidesen, tehát folytatjuk rövidesen, nem sokára Fucsovics Marcival és testvérével, Ádámmal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Fucsovics Marci és Fucsovics Ádám a vendégem, és ugye beszélgettünk arról, hogy minden héten lenne lehetőség versenyezni, de azért edzőiddel megválogatjátok, hogy milyen versenyekre mentek el. Én azt gondolom, hogy elég rangos versenyeken veszel részt, nagyon nagy nevű teniszezőkkel van szerencséd játszani, ez számunkra nagy-nagy büszkeség, mindig ott ülünk és nézzük, viszont én azt gondolom, hogy mindazon túl, hogy sokat edzel, sokat készülsz, azért ez egy olyan életvitel is kell, ami téged alkalmassá tesz arra, hogy most 29 évesen, vagy a következő 1-2 évben elérd az álmod, hogy mondjuk top 10-es versenyző legyél. Mi mindenről kell neked lemondani? Igen, ez nem egy olyan életmód, vagy életvitel, amit így egyik napról a másikra meg lehet tanulni, el lehet sajátítani, tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy egyik évről a másikra, vagy egyik hétről a másikra valaki profi teniszező lesz. Azért ez sok éves munka és rutin. Én a gyerekkorom óta úgy éltem az életem, hogy profi teniszező akarok lenni. De azért volt egy megingás, én olvastam, hogy volt egy ilyen, volt egy edződ. Volt megingás, de ezt sem bánom, azt is át kellett élnem, ezt is meg kellett tapasztalnom. De azt gondolom tini korban volt, amikor az emberek amúgy is. Tini voltam, 19 éves, sok mindenről le kellett mondanom, manapság is nagyon sok mindenről le kell mondanom, de azért szabad időmben szeretek élni, és szeretek jó társaságban lenni. És mi számodra a jó társaság? Mert mondtad, hogy például a versenyeken, tornákon is ott vannak a szüleid, ott van a családod. A barátaid gondolom elfogadják, hogy hát te vagy a Fucsovics Marci, tehát nem minden egyes találkozó, nem minden egyes sörözésnél, nem minden egyes összejövetelnél tudsz ott lenni. Elfogadják, és nagyon büszkék rám. Szűk baráti társaságom van. Sportolókból áll, vagy civilek? Civilek. Kevés sportoló barátom van. És a versenyeken, hát gondolom azért sűrűn találkozol szinte ugyanazokkal az arcokkal, van lehetőség barátságot kötni? Akár azokkal is, akikkel a pályán harcol az idézőjelben. Szerencsére az ATP túron mindenki jóban van mindenkivel. Szoktak lenni közös vacsorázások, közös iszogatások, közös shoppingolás, úgyhogy jó kapcsolatot ápolok mindenkivel. Eljön a pillanat, amikor Ádám is megszólal. Én nézem a te Facebook oldaladat, sokszor azt gondolom, hogy te írod, de aztán rájövök, hogy te egyes szám harmadik személyben nem beszélsz magadról. És akkor itt jött eszembe, hogy talán nem is te készíted, vagy te írsz ki a Facebook oldaladra. Jól gondolom, hogy nem te csinálod? Hát nem én pötyögöm be a betűket, de az én szavaimat tolmácsolják. És azt Ádám csinálja? Te csinálod a Facebook oldalt? Van neked például hozzáférésed, hogy mi jelent meg a Marciról? Igen. De pont, hogy Marci elmondta, mi csak én összerakjuk, Marcinak elküldjük, kérlek nézd rá, és akkor mondja, igen, ezek az ő szavai, ha pedig valami problémája van, akkor mindig mondja, hogy ezt légy szíves javítsátok ki, és akkor az alapján megy általában.
Ez mennyire fontos, akár a szerződések tükrében is, hogy hogy folyamatos jelenlét, és most nem csak a Facebookról, hanem egyáltalán a médiában vagy a közösségi oldalakon való jelenlét. Van olyan, amikor egy kicsit le vagyunk maradva, és én, nekem olyan a személyiségem, hogy nem szeretek mindenről posztolgatni, Instagramon sztorizgatni, vagy Facebookon minden nap, vagy minden második nap posztolgatni, hanem csak a fontosabb eseményeket posztoljuk ki. De a fontosabb esemény neked általában a tenisz, tehát hogy az, hogy most éppen hol vacsorázol és kivel, vagy nem tudom, hol sütteted a hasad, az viszonylag ritkán jelenik. Igen, azért az emberek szeretnek arról is tudni, hogy mikor, merre vagyok, mit csinálok teniszpályán kívül. Próbálunk azért olyan tartalmakat megjeleníteni, ami valóban én vagyok, a tenisz. Innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen Fucsovics Marcival és testvérével Ádámmal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Fucsovics Marci és Ádám, akik hát ugye a teniszről szinte mindent elmondtok, ami fontos, mert hogy ez az életetek, az egész családnak ez az élete, hogy a Marciból teniszező lett. Van még testvéretek, vagy kettesben vagytok csak? Ketten vagyunk. Ketten vagytok. Ez mennyire nagy teher, hogy minden a teniszről szól? Egyáltalán a teniszről szól-e minden? Ezt most főleg Ádámtól kérdezem. Semennyire igazából. Ebben nőttünk fel, így élünk tényleg, és az a legjobb, hogy úgy nőttünk fel, hogy támogatjuk egymást. Tehát nekem is van egy saját életem, én is próbálom építeni a karrieremet, de mellette ott van Marci is. És neked mi a karriered? Te sportolsz, vagy sportoltál? Sportoltam sokféleképpen, kitörő nem voltam egyikből se. Meg mellette megcsináltam iskolákat, jelenleg pedig dolgozom. De a Marcinak dolgozol, vagy az vagy tőle függetlenül? Marcinak is. Jó, megfizet. Ne, ez már nem erről szól, ez a szinten szerintem. Testvéri alapon persze, ez a kérdés is csak hülyeség volt. De a Marci is szeretett volna erre valamit mondani, hogy rányomja a bélyegét a családra az, hogy te teniszező vagy, tehát hogy van, igen, hogy ez teher, igen, vagy ebből csak a boldogság. Igen, jön. Rányomja, van, hogy ez teher. Van, hogy én szoktam szólni, hogy beszéljünk most már inkább másról, valami hétköznapi dologról, nem mindig csak a tenisz, és nem mindig csak a teniszezőt lássák bennem. És mi az, ami még téged érdekel, és úgy maradjunk akkor a sportnál? Tehát van-e olyan sport esemény, vagy sportág, amit mondjuk te leülsz és a tévében megnézel, vagy akár ha van lehetőséged, kimész egy kézilabda, vízilabda, foci, bármilyen meccsre? Szívesen járnék ilyen eseményekre. Imádom a kosárlabdát, rengeteg NBA-t nézek, amerikai foci, tehát inkább az ilyen labdajátékok. De nincs mondjuk kedvenc csapatod, meg nem vagy ilyen elvakult szurkoló, akkor is ott kell ülni a tévé. Nem vagyok ilyen. Nehéz elképzelni azt, hogy lejössz a pályára, és gyorsan nézel a telefonod, úristen, mit játszott a Barcelona, tehát ilyen nincs, ugye? Nincs. Jó. Az utazások során van-e lehetőséged azokban a városokban körbenézni? Most mondtad, hogy Ausztráliában jó korán oda mentetek, volt is egy kis karantén, de volt lehetőség kicsit körbenézni. Ráadásul nem is először jártál ott. De van-e lehetőséged, ha mondjuk új helyre mész, hogy akár a tornák, versenyek, meccsek előtt vagy után kicsit körbenéz? Mindig van lehetőségem. Igaz, van olyan város, ahova már 11-ére megyek vissza, úgyhogy a fő utcát kívülről fújom. A fő utcán a boltokat leginkább. Szeretek vásárolgatni, utazgatni, kirándulni, úgyhogy amikor van egy kis szabadidőm, akkor benézek a városba, igen. És olyankor egyedül mész, vagy turistaként is ugyanúgy megy veled az egész csapat, akik éppen elkísérnek a versenyre, vagy a tornára? Nem nagyon szeretek egyedül lenni. Mindig szólok az edzőmnek, vagy a testvéremnek, vagy a családomnak, hogy jöjjenek már-e, kísérjenek már-e. És ilyenkor, amikor elmész egy versenyre, mindig ugyanide térek vissza, valamiért ez engem nagyon érdekel, hogy te állsz ott, téged látunk a tévében, persze tudjuk, hogy van körülötted egy team, és azt mondod, hogy neked fontos, hogy ott legyenek, akkor az a te saját gázsitból jön le, hogy elviszed a tesódat, a szüleidet, vagy mondod nekik, hát figyelj, vegyetek jegyet, az gyertek utánam, mert én szeretném, ha ott lennétek, vagy ez benne van a szerződésben, hogy ha mondjuk
elmész Ausztráliába, akkor a Fucsovics team kap 8 repülőjegyet, és hogyha éppen van egy szabad hely, akkor én is mehetnék, érted? Sajnos ez nem így működik, de hogyha majd így lesz, akkor majd szólunk. Jó. A teniszben ez úgy működik, hogy még a játékosok is maguknak, saját maguknak fizetik a repülőjegyeket és az utazást. Tehát, és még a szállást is, tehát nem biztosítanak számodra. A szállást azt már biztosítják, de mindent magamnak kell intézni. És akkor innentől kezdve annyian utaztok, amennyien szeretnétek. Amennyi belefér nekem. Amennyi belefér neked. Ez jó. Tehát akkor mivel hogy ez neked fontos, azért mindig te állod. Igen. Beszélgessünk még egy kicsit, nem feltétlenül a teniszről, meg majd a zenéről is fogunk beszélgetni rövidesen, tehát folytatjuk rövidesen Fucsovics Marcival és Fucsovics Ádámmal az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Fucsovics Marci és Fucsovics Ádám, a vendégeim itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, és mondom, hogy nem feltétlenül csak a teniszről fogunk beszélgetni. Akkor, amikor nincs éppen torna, mondtad, hogy minden hétvégén lehetne, mennyi pihenőt engedélyezel magadnak, vagy engedélyeznek neked? Tehát mennyi fér bele mondjuk két torna között általában? Úgyhogy nincs edzés, nem kell menni sehova, hanem te azt csinálsz az időddel, amit akarsz. 2-3 nap pihenőm általában szokott lenni, de van, hogy annyira fanatikus vagyok, hogy egyáltalán nem akarok pihenni, de hogyha már egy hetet ki kell hagyni, azt már meg szoktam érezni a játékban. Az már ki az kell már hagyni, azt már így fogalmazod. Igen. Most éppen mire készülsz? Ugye most nemrég jöttél haza Ausztráliából, mennyit pihentél utána? Tehát az fárasztó volt. 3 nap pihenőm lett volna. Én már a második nap mondtam az edzőknek, hogy legalább egy kis kondi edzés legyen. Hogy nem, még teniszeztünk is egy órát, úgyhogy már annyira hiányzott, meg már a következő verseny lebeg a szemem előtt. Rotterdamba fogok játszani, ez egy ATP 500-as verseny. Ha jól tudom, Nadal, Tsitsipas is jelentkezett a versenyre. És ez mikor lesz? Ez hétfőn kezdődik. Hétfőn kezdődik, most ugye, amikor mi beszélgetünk, kedd van, de szerdán kerül adásba. Mikor mentek oda? Csütörtökön utazunk ki, és szombaton kezdődik a selejtező, hétfőn kezdődik a főtábla. És a főtáblára csak a selejtezőkön keresztül vezet az út? Vagy hogyha egy bizonyos szint fölött vagy, akkor van, már nem kell? Alanyi jogom fent van. Én most 55. vagyok a ranglistán. Most így a vírus helyzet miatt nagyon sűrű lett a mezőny minden versenyen, úgyhogy egyelőre a selejtezőben kell indulnom, 2 meccset kell nyernem, hogy feljussak. És azt már most tudod, hogy kivel nem, kell játszanod a selejtezőben? Ez péntek este fog kiderülni egy nappal a verseny előtt. Számít, hogy kivel kezded? Számít, számít, azért átnéztem, hogy kik indulnak. Nehéz meccs, nincs olyan, hogy könnyű sorsolás. Hát jó, hát persze, hát ezen a szinten már ahogy mondtad, az első 200-ban már szinte bármi lehet. Az, hogy te most az 55. vagy, volt már ennél jobb eredménye? 31. voltam, igen. Ez most neked visszaesik, hogy hogy éled ezt meg, hogy most az 55. úgy, hogy már voltál a 31. is? Voltam a 31., aztán visszaestem a 84. helyre. Azt egy kicsit nehezen éltem meg. A top 100-ból nem szeretnék kiesni, és az egy kicsit közelbe került. Most, hogy 55. vagyok, egy kicsit megnyugodtam. Így a 50 körül lenni azért az a stabil. Az elején már beszélgetünk arról, hogy milyen érzés a mi teniszezőnknek lenni. Úgy, hogy ebben az országban, ugye mi magyarok általában mindenhez is nagyon értünk, hát most éppen mindannyian vírus szakértők vagyunk, virológusok vagyunk, általában mindenki képzett jogász, politikus, bármiről van szó, de leginkább a focihoz értünk. És ha például van egy foci siker, véletlenül nyer a magyar válogatott, jó, mostanában előfordult, hogy nem véletlenül nyert, akkor tényleg az utcára vonulunk és tapsolunk. Miközben te legyőzöd a világ egyik legjobbját, és persze örülünk, meg beírjuk a Facebook neked is, hogy gratulálunk, de nem vonulunk az utcára. Hogy ez milyen érzés, hogy elvárható-e azon a szinten, hogy téged a vállukon hozzanak be az emberek, a szurkolók a repülőtérről? Sajnos a tenisz még nem tart ilyen szinten itt Magyarországon, de azért az elmúlt pár évben nagyon sokat népszerűsítettem a sportot.
Remélem, hogy egyszer ez is el fog jönni, ahhoz szerintem tényleg egy Grand Slam győzelem kéne. Hát én kívánom, hogy minél előbb legyen ez a Grand Slam győzelem, de nem engedlek el annélkül titeket, hogy ne beszélnénk a zenéről, mert a zene nagyon fontos. Egyrészt itt a Retro Rádióban azt gondolom, hogy mindenkinek fontos a zene, de hogy nektek mennyire fontos, ezről fogunk beszélgetni rövidesen. Fucsovics Marcival és Ádámmal itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Van az Abaházi Presszónak az első számú törzs vendége, egy Gábor nevű hallgató, és amikor augusztusban elindult a műsor, akkor megbízott azzal a feladattal, hogy bárki ül be ide a presszomba beszélgetni, azt feltétlenül kérdezem meg, hogy milyen zenét hallgat szabad idejében. A sportolóknak azt gondolom, hogy sokszor segít a zene. Most egymásra néztetek, és valamit súgtál az Ádámnak. Fucsovics Marci és Fucsovics Ádám a vendég. Igen, van egy nagy kedvencem, amire meccsek előtt szoktam felpörögni. Egy nagyon tehetséges és híres magyar énekes, Híró személyébe. Úgyhogy mindig jó hangulatot okoz nekem. És akkor az ő dalait viszed magaddal valamilyen lejátszóeszközön, és már az öltözőben is meghallgatod? Vagy arra vonulsz be, vagy hol hallgatod? Tehát mi az utolsó pillanat, amikor neked a Hírót meg kell hallgatni ahhoz, hogy jó legyen aztán? Jól emlékszem, a bemelegítésnél szoktam, amikor egy 5-6 percet futok, akkor a gépembe szoktam nyomni. És egyébként milyen körülmények között szoktál még zenét hallgatni? Tehát mit tudom, edzés közben, vezetés közben, otthon leülsz a zenét hallgatni? Megmondom őszintén, hogy autóban rádiót nem szoktam hallgatni, ott csak a telefonomról nyomom a zenéket. Na de milyen zenéket hallgatsz? Csak Hírót? Azért gondolom van még a Híron kívül. Híró, hip-hop, 90-es évek hip-hop, rockot annyira nem szeretem. Régebbi zenéket. De mik a régebbi zenék neked? Mert már a 90-es évek is lehet régi, érted? Hát ilyen Snoop Dogg, inkább ilyen hip-hop. Aha. És Ádám, neked van ilyen kedvenc, van esetleg közös kedvenc? Hát ugyanezek, abszolút. Ha megyünk mindenhol a kocsival, akkor szerintem mindig az, hogy ezek mennek folyamatosan. És mindig a Marci diktál egyébként, amikor mentek kocsival, hogy mit kell hallgatni, hova kell menni? Vagy azért te is jelentkezhetsz, hogy halóka, most nem Hírót hallgattunk, hanem nem tudom, és akkor benyomsz valamit. Közösen. Spotify-t azt szoktuk forgatni folyamatosan, úgyhogy... Van ilyen hierarchia? Hát ugye te vagy az idősebb, de hát most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Marci a sikeresebb. Egyáltalán hogy éled meg, hogy sikeresebb? Hát sportszempontjából mindenképpen... Ezen ki viszont teljes mértékben egyelőre gondolnám magunkat minden téren, úgyhogy... Régebben azért voltak kisebb-nagyobb verekedések, de szerintem az minden régebben az mit jelent? Múlt héten még verekedtetek? Múlt héten. De hát jó, hát ez testvéreknél szinte teljesen természetes, de ezek szerint akkor te voltál az erősebb, mert a te kezedben maradt a teriszítő. Igen. Szerintem jót dumáltunk, én azt látom rajtad, hogy ez is egy ilyen kis... Tehát nem a mindennapjaid része, hogy beülsz egy rádióba, vagy beülsz egy presszóba és beszélgetsz. Én bízom benne, hogy azért te is élvezted, vagy ti is élveztétek valamennyire. Mert én mindenképpen is bízom benne, hogy a hallgatók is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövünk még, köszönjük. Rövidesen 10 órakor érkezik Várkonyi Attila a programajánlóval, 11-kor éjjeli mesék Vasmajával, velem pedig legközelebb majd holnap lehet találkozni itt az Abaházi Presszóban, akkor a királytesók lesznek a vendégeim, Király Minda és Király Viktor. Mindenkinek szép estét, kellemes rádiózást, viszhall! Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retrós lágerei szólnak. Retro.